Sziasztok, én KDS vagyok, és köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Először is szeretném megköszönni a 6000 feliratkozót, és hogy ilyen sokan használjátok a Support a Creator kódom. Tényleg nagyon sokat jelent. Ki is rakok a képernyőre egy pár képet, hogy lássátok, hogy mennyien is támogatjátok a csatornát. Hihetetlen sokat jelent ez számomra, mert mikor először kiposztoltam, hogy van Support a Creator kódom, akkor az első komment, amit írtak alá, az volt, hogy szerinted az Epiket érdekli, hogy egy 4000 feliratkozós csatorna mit csinál? Ahogy eddig ment ez a dolog, úgy tűnik, hogy igenis, jutunk valahova. És ezt nagyon szeretném megköszönni nektek, ez csak a ti érdemetek, hiszen nem fogtam kést a torkodhoz, hogy írd be a Support a Creator kódom, bár mondjuk lehet, hogy az összes videóban elmondom, de én tényleg szeretném megköszönni minden egyes embernek, aki beírta a kódom, és vett vele valamit. Ha nem vett, akkor is, ha csak egy 200-as emótot vett, akkor is, ha egy legendary skint vett, akkor is, köszönöm nektek. Valamint annak a 6000 embernek, aki feliratkozott a csatornára. Tényleg, tényleg sokat jelent. Na de elég legyen a köszöngetésből, hiszen ma elhoztam nektek a macska skin piros változatához illő legjobb táskákat. Pontosabban 5-öt. Ha szeretnétek még ilyen skinekkel kapcsolatos videót látni a csatornán, mindenképpen írjátok le kommentbe. Na de most már tényleg kezdjünk bele a videóba. Az első táska nem lenne más, mint a backup plan. Nem tudom, hogy milyen gyakran látjátok ezt a táskát, hiszen ez a kiegészítő a Twitch Prime Pack 1-es változatához tartozik, ami sajnos 2018. május 9-én távozott tőlünk. A Havok, valamint a Subcommander skinnel járt, és még kaptunk mellé egy csákányt és egy glidert is. Plusz érdekesség, hogy nekem ezek voltak a legelső skinjeim a játékban. Alapjában véve a skin és a táska szín kombinációi megegyeznek, de engem mégis az fogott meg ebben a táskában, hogy ez olyan kicsit visszafogott, kisebb táska, és nem foglalja el az egész képernyőt, mint mondjuk egy szárny. A következő táska nem más, mint a Hatchling, amit a Triceraops skinhez kapunk. Ugyanúgy, mint a többi táska a listán, ez is piros. És csak nézzétek meg, hogy milyen cuki. Most nem cuki. Nyomj egy lájkot, ha szerinted is cuki. Szerintem imádnivaló. Nem árt tudni, hogy maga a skin, amihez kapjuk ezt a táskát, 2000 V-Bucks-ba kerül, és a Rex skinnek a lány változata. Amúgy nekem ez volt a legeslegelső legendary skin, amit az item shopból vettem. Nagyon megtetszett, ezért úgy gondoltam, hogy be kell szerezni, most nem? Ti is tegyétek így, de csak akkor, ha használjátok a Support a Creator kódom. XD kötőjel KDS, köszönöm szépen! A következő egy köpeny lenne, amit minden második alapszkinen látsz, hiszen ez nem más, mint a Fabled Cape, amit a 14. tiernél lehetett megszerezni az előző Battle Pass-ban, szóval körülbelül mindenkinek megvan. Amellett, hogy szinte tökéletesen illik a macska skinhez, tetszenek benne még ezek a foltozások, és ugyanúgy, mint a backup plan, ez sem egy nagy köpeny, mint a többi, és csak a hátát foglalja el a karakternek. Én személy szerint azért nem használom olyan gyakran, mert mint mondtam, körülbelül mindenkinek megvan, és azért mégiscsak menőzni kell valami másfajta backblinggel. De ha a videóban felsorolt táskák közül egyik sincs meg neked, akkor ezt körülbelül neked találták ki. És az utolsó előtti nem más, mint a Red Knight Shield. A Red Knight Shield az egyik legtöbbet használt táska a játékban, nem véletlenül. Hihetetlenül letisztult, és a fekete-piros színei pont illenek a Lynx piros változatához. Mondhatni már egy klasszikus.
És végül, de nem utolsó sorban, a long legs. Szerintem ezt a táskát nem látjuk olyan gyakran, hiszen a skin, ami jár hozzá, valljuk be, nem a legjobb kinézetű, de ez a táska, húha. Nem bántam meg, hogy megvettem. Nagyon jól néz ki, és majdnem minden skinemen ezt használom, hanem a Galaxy táskát. Véleményem szerint ez a legjobb kombó a piros macskával. Ti mit gondoltok? Várom a válaszaitokat lent a kommentekben, és ne felejtsétek el leírni, hogy szeretnétek-e még ilyen skinekkel foglalkozó videót látni tőlem. Én KDS voltam, sziasztok!